tisztelt nagyecsedi falugyűlés, örömmel jelentem be, hogy községünk kulturális élete javuló tendenciát mutat az előző évekhez képest. Különös tekintettel a kultúrházban működő bicskázó szakkör, a kocsma előtti lengőteke szakosztály és az asszonyok körében egyre népszerűbbé váló várjuhámozó klub sikereine nézve. De ami igazi verőfény kisfalunk gyönyörű egények zenítjein, ami az országos ismertséget hozta el nekünk, az nem más, mint a tehenészet dalárda köré. Aki érti, amit mondok, tegye fel a kezét. 1, 2, 3. Ha nem is rossz egy ekkora faluba. Na, embere! Arról van szó, hogy a dalárda kör meghívást kapott a televíziótól, ami igen szép lehetőség. Ezért most egy olyan nevet kellnék kitalálni, ami kifejezi a zenei kultúránkat és regbiti kisfaluk hírnevét. No kérem, tegyék meg javaslataikat a név választása kapcsolatban. Republik! Nem jó, mert tudomásom szerint Magyarország királyság. Akkor Bitlis! Bitlis? Hát annak semmi értelme. Valami jó magyaros név körlene. Tétta! Inkább TNT! Hogy a Gomácsi háza ide, Brunfals! Nagyon gróf! Hubel! Aj, 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 aj! Ne beszéljünk egyszerre! Fekete csecse! Na, emberek, megvan kitonálkoz! Legyen fekete csecse! Na, igaz. Akkor viszont elébb igyeszük azt, hogy nagy ecsedi, azt én már jó leszem. Na, de szerintem marketing szempontból kellene még valami jó húzónév is a csapatban. Na, menjünk be egy Spartalát, mondjuk egy fotista! Ha hogy nézne az ki, hogy Koplárovics Béla és a nagy ecsedi fekete csecsek? De nem is tudjuk, hogy meg hogyan kell leírni? Ivé, ava, Y-nal, nem jó? Hát van az a trundi gyerek, a trubicsás gyerek, a lapzi lajcsi! Hát, azt próbáltuk, nem vált be. Én még azt mondtam, hogy legyen a Kongo! Az meg ki a tököm? Ne, szerintem vegyük be egy tévébe, mondom! A potlicsát, mocsika! Hát az meg nem férne rá a plakátra! Az igaz, de mondjuk vegyük be Zambó Árpit! Ha hogy néz neki az a plakát? Na, emberek, ha úgy látom, ebben a kérdésben nem tudunk dülőre jutni, úgyhogy a gyűlést berekeztem. Ajánlom magamat. Kisebbség téged jelölt.